Három hölgye az első bálozó lányok izgalmával vegyült el a kiállítás megnyitására szép számmal gyülekező tömegben a Tolnai Magházban. A saját örömükre szolgáló otthoni festegetés után, köszönhetően mentoruknak, az ismert szekszárdi festő Biszák Lászlónak, kiléphettek a fiatal hölgyek a szélesebb nyilvánosság elé. Felfedezőjük, ábrázoló és megjelenítő képességük ecsetvonásaik alapján érdemesnek találta a három gráciát, a szekszárdi Tamaskó Komjáti Anettet, a székesfehérvári Sturz Tímeát, valamint a pécsi Wushing Ibolyát arra, hogy egy közös kiállításon mutathassák meg önmagukat együtt, ösztönözve őket a további alkotásokra, az első későbbi önálló kiállítás létrehozására. Nekem is nagyon jó volt, hogyha segítő kezekre találtam, akik legalább bíztattak, netán támogattak is az utamon, és úgy gondoltam, hogy most itt az ideje, hogy egy kicsit visszaadjak én is a sorsnak ezáltal, és a másik meg a munkáik hát mindenféleképpen megérintettek, közel állnak hozzám, és 2-3 évvel ezelőtt ismertem meg a hölgyeket, még egy kicsit tudtam segíteni őket szakmailag is. Tájképek porték nem csak úgy önmagukban, ahogy az első kiállítóktól megszokhattuk. Ott van az alkotókban munkáló érzésvilág is a képeken, állapította meg a megnyitó részvevő, Tolnai Bárka Szalon művészeti vezetője, Lönhárt Ferenc. Ez a három hölgy nem is ismerte egymást. Én külön-külön mindegyiket ismertem így a művészet kapcsán, alkotótáborokon keresztül, és egy évvel ezelőtt kitaláltam, hogy jó lenne nekik csinálni egy közös kiállítást, és ezt kerestem rá helyet, hál' Istennek itt Tolnán a Magházba ezt sikerült megoldani, és utána még csináltam egy alkotótábort, ahol a három hölgyet össze tudtam ismerkedtetni egymással, ahol jó barátságok is szövődtek, és most hát itt lehet látni az eredményt. Szerintem a munkáik mindenféleképpen elérik azt a szintet, hogy falon legyenek, a közönség előtt legyenek, és akár önálló kiállítás is bármelyik munka alkalmas rá. A szekszárdi Tamaskó Komjáti Anett portréképeket fest, ami az egyik legnehezebb műfaj, főleg kezdőként. Ha valaki három évvel ezelőtt ezt mondja, hogy itt találkozunk, és ismert tolnai művészemberek is itt vannak, azt megmosolyogja, vagy melegebb éghajlatra küldi? Lehet, hogy meleg, nem, persze megmosolygom, mert nem gondoltam volna egyáltalán. Egy éve kezdtem el festeni igazából, úgyhogy nagyon örülök, hogy így elértem ezt. Nem volt a terveim között valamiért, de ez egy más dimenzió, beszippantott, úgyhogy én most már maradok ebben. Mely képeket ajánlja a nézőközönség figyelmébe, és mi volt az, ami mondjuk Biszák Lacit is megfogta, és ezek a képek itt vannak? Hú! Nehéz? Igen, nekem nincs még annyira sok képem, de igazából mi mások vagyunk nagyon, én csak az emberrel foglalkozom, az arcokkal. Biszák Lacinak tetszik ez, bár nem az ő vonala, tehát hogy ő inkább tájképes nyilván. Portré az nehéz kitűnni benne, de végül is elindul? Öröngyös út? Azért, mert engem ez érdekel, tehát engem más nem is érdekel valamiért, tehát engem csak az ember, az emberi érzések, az, hogy mit sugároznak ki, tehát valahogy a képeimmel is ezt szeretném bemutatni, valami érzést átadni. Az emberek visszajelzései és pozitívak további motivációt adnak? Igen, mindenképpen, de igazából tényleg ez az első ilyen megmérettetés, tehát majd a kiállítás végén eldől. Anett gyűjti az inspirációkat a portrékhoz, miközben önmaga stílusát is keresi. Ha megfog egy hangulat, vagy egy érzés, amit tükröz az emberi arc, vagy valamit elárul magáról, egyszerűen valami megnyerő a képben. Azt megpróbálom lefesteni. A székesfehérvári Sturz Tímea ajánlójában a következő fülszöveg is szerepelhetne. Az a tájképes festő, aki utcarészleteket is ábrázol, és az akvarell technikával dolgozó festőnél határozottan elmozdulás látszik a figurális keretek felé. Tájkép utcarészlet az, ami közel áll hozzám, de próbálok kicsit kitekintgetni azért a figurális képek felé is. Itt a kiállításon csak a tájképeim vannak, meg az utcarészlet, amit hoztam, meg amivel készültem. A technika, mozgatás, eset használod, merre tovább? Hát akril festékkel készítem a képeimet faros lemezre, illetve vászonra, és a technika az marad ez, mert ezt nagyon szeretem.
és közel áll hozzám. Lékezz, ahogy én emlékezem, játsszuk azt, hogy félünk megint, játsszuk azt, hogy játsszunk megint, hogy az idő nincs hányod alatt, hogy a tangó szívad. Az elhangzott Cseh Tamás dalok talán oldották az izgalom okozta feszültséget a legnyugtalanabbnak látszó első kiállítóban, a Pécsről érkező Wuxing Ibolyában. Noha egy kisebb nyilvánosságú kiállítása már volt a hölgynek Budapesten. Nem tájképeket, nem portrékat, emberközpontú pillanatképeket visz vászonra. Van egy ilyen kártyás kép, amikor egy kártyavetőnő van lefestve, az a legnagyobb képem, és ez Madonnáról készült igazából. Nem biztos, hogy mindenki felismeri, talán ez fog tetszeni a legtöbbeknek, azt gondolom. Három grácia mondhatom itt a festészet holdudvarában. Megismerték egymást, így támogatják, és ezután alkotói egymás munkájáról mondak véleményt? Igen, igen. Mi több táborban is voltunk már együtt, úgyhogy igen. Mit vár ettől? Milyen hétköznapok jönnek ezután? Esetleg egy újabb kiállítás? Hát, remélem, de azt várom, hogy jól fogjuk érezni magunkat. Tamaskó Komjáti Anett ennél már most többet remél. Akkor ez a nap valamilyen szempontból fordulópont lesz az úgymond eddigi szűk körben történő festészete során? Igen, igen, azt hiszem, hogy az, és remélem, hogy ezt még nagyon sok kiállítás követi, legalábbis úgy tervezem. Mi az azonosság és mi a különbözőség már a munkáik alapján bennük? Hát az azonosság a fiatalságuk, a művészet iránti szeretet, de egyébként a munkájuk az teljesen más. Tehát mind a három alkotó teljesen más stílust, más technikát képvisel. A kiállítás végén egy igazi kuriózumnak számító mutatványban lehetett része a közönségnek. Viszák László leplezte le, majd bemutatta az úgynevezett általa is készített beszélő képet, majd a digitális és akusztikus technika alkalmazásában magas szinten jártas arab származású barátja révén meg is szólaltatta a képet, ami Viszák elmondása szerint a maga nemében világújdonságnak szállt. Most én az interneten utána nézem, ehhez hasonló képet sem találtam sehol a neten. A barátom az még jobban felvilágosult ebbe, ő is utána nézett, ő se talált semmit. A lényeg az, hogy ha megérítjük, akkor reagálunk, ezt hívhatjuk, mert mennydörgős mennykőnek. Aki ezek után sem hisz a saját szemének, fülének, az a tolnai magházban tényleg utána járhat a témának.